gyermelekvárt készítek, és ezt egy nagyon izgalmas hazai érlelt sonkával fogjuk, érlelt sonkához fogjuk adni, igen. Leszek én a konyhalány, jó? Tehát én mosogatok meg mindent. Igen, itt a mosogatógépbe is beteszem, amit kell. Ti megsegítetek, Tónina. Igen, én vállalom a hagymavágást, mert van egy szuper trükköm. És pedig? A szájban tartott víz. Én próbáltam, szerintem. Nekem mindig működik, de most akkor kipróbáljuk a tévéképen ők előtt. De közben beszélünk is kell. Oké. Mi történik most, Tóni? Beledobjuk a hagymát, be is tömbösödik ilyenkor a karamell, tehát hogy meghúz és beáll egy tömbbe. De nagyon picit hagyjuk a hagymát kirúlni. De a hagyma is hamarosan kiengedi a levét, igaz? Igen. Jó, milyen illata van a karamellnek, meg a hagymának így együtt. Isteni. És akkor ilyen tömbként összeáll ez a cukor, igen, de ez meg mindjárt föl fog oldozni. Abban, hogy teszünk bele egy csomó bort. Egy kis alföldi. Egy kis a homoki vöröset, balzsamecet és sóny. Ennyi elég? Még kétszer annyi. És a bors. Semmi más dolgunk nincs innentől még várni, hogy besűrűsödjön, feloldódjon a cukor, és elkészüljön. Tóni, ezt mivel fogjuk megkóstolni? Sonkával. Alla natura? Sonka és hagyma lekvár, igen. Ha? Annyi, hogy ezt nyilván hidegen kell majd venni. Tehát amikor ez készen van, rendesen szétfőtt és jó sűrű, dzsem állagú, akkor kihűtjük, dermesztjük és úgy fogunk rátenni a tárra. Egy sonkatálat eszünk, makói hagymából készült. Vörösboros hagyma lekvárral. A szalt paradicsommal és fűrt tojással. Jól mondjuk, Tóni? Valahogy így. Nem mindegy, hogy milyen az étel, de az sem mindegy, hogy hogyan tálalják, ugye? Hát nem csak a gyomrunkat etetjük, hanem leginkább az agyunkat. Ez egy nagyon fontos szempont. Kóstoljátok meg, milyen kombó ez így. Gyönyörű, gyönyörű lett ez a gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon kíváncsi vagyok erre a hagymalekvárra. Én meg arra, hogy milyen a kettő együtt. Hogy ezt kentek el egy kis hagymalekvár. Köszi. Milyen a cucc? Milyen lett? Nagyon jó.